Én nem láttam már ebben. Én is. Na jó. Sziasztok srácok, itt Jeffrey. Ebben a videóban a fény oldalára állunk. Az igazság nevében harcolunk a rendvédelem oldalán. Vagyis, igazoltatni fogunk. Daily mellett járőrözve kiszúrtam egy kék Audi RS-et. Gondoltam, követem egy kicsit, viszont a következő pillanatban elütött egy motorost. Igazoltassuk mondjuk szerintem, mit szóltok? Elütött a motorost, hogy igazoltathatjuk. Ez ugye közúti veszélyeztetés, és még sorolhatnám, de nem csak hogy elütötte, még be is szólt neki, szóval mindenképpen meg kellett állítanom. Csak hogy nem állt meg. Megy a nagy akció, úgy minden. Az RS7 az cool, ez nagyon jó autó, nekem is van egy, csak annyi, hogy fék, az kicsit kevés rajta, de... Ez szép volt. Ja, megoldottam a faszán. Ebből sok mindent nem fognak látni a nézők, konkrétan nem is látom őket kb. Nem baj, elkapom a sorozni. Dara lesz? Faszán meg. Valószínűleg. 500-100 között látom. Hogy több közel vagyok, hogy 500-100. Szóval korul. Jó, az beleesett. Az víz. Nem. És nem. Meghalt. Meghalt egy. Fogoltam. Gyerve lőni fog. Az autóban utazók közül egyedül egy ember maradt életben, a többiek meghaltak, viszont ez az egy úrma is alimba esett, szóval hívni kellett hozzá egy mentőt, ami elég gyorsan ki is jött. Majd is a mentő, ez ennyi. Ezután beszállítottuk a kórházba, ahol különböző vizsgálatoknak vetettük alá az urat, kábítószerteszt, illetve hasonlók, majd miután vége lett ennek az RP-nek, utána fogtuk és elszállítottuk a börtönbe. Aha, hoppá. Ahol elvettük a fegyverét, a rádióját és a szokásos dolgokat. Na várjál, mik a vádak? REM room, meg emberes kísérlet jött össze milyen szemben. Aztán utána megkapta a büntetését. Az üldözés során a brutális manőverek következtében eléggé összetört az autó, úgyhogy elvittük szereltetni. Aztán miután kész lett a Verda, mentünk tovább és járőröztünk. A következő delikvens kifejezetten együttműködő volt, szépen átadta az iratait, és mivel az igazoltatás során mindent rendben találtunk, így nyugodtan tovább mehettek az urak.
Fontos megjegyeznem, hogy FlyMTN, hogyha nincsen kiadva fokozott ellenőrzés, akkor nincsen autó és ruházat átvizsgálás, szóval hogyha simán igazoltat titeket a rendőr, akkor csak az iratajtokat kell odaadni neki, és ha mindent rendben talál, akkor mehettek tovább, ha nem, akkor kaptok egy kis büntetést, és ugyanúgy mehettek tovább. Viszont ha nem álltok meg és üldözés lesz a vége, akkor komoly büntetésre számíthatok, hogyha elkapnak. Na de, hogy lehetsz te is rendőr? Srácok, itt van velem Petya, a 3-es admin és PD leader. És beszélgetünk vele egy picikét. Petya, mi kell ahhoz, hogy valaki rendőr legyen itt a FlyMTN? Na hát, sziasztok srácok! Igazából annyi kell, hogy nálunk a TGF úgy működik, hogy fórumon, hogy feljössz, TS-en, úgyhogy fel kell jönni TS-re, aztán behúzunk, mi ott kikérdezünk, igazából nem nehéz, tehát mesélned kell magad egy pár szót, ilyenek, nem kell tőle félni. Aztán, hogyha megfeleltél, akkor frakció tagja vagy, ugye RSK-i rangon, és egy hét után tehetsz őrmesteri vizsgát, amikor mehetsz magadtól is járőrözni már, és üldözheted a bűnt. Ez jó hangzik, és van valami követelmény hozzá, amihez meg kell felelni, vagy bármi elvárás? Van, olyan sok nincs, de van, hát 5 játszott óra, az hát fontos, az nem sok, ugye, az nem sok. Hát hogy egy picit úgy ismerje tudod a szervert, hogy mégis mi merre. Aha, tehát konkrétan, hogyha kezdő vagy és följössz, akkor egy pár óra után már jelentkezhetsz is a rendőrségbe. Igen, igen, hát csak egy picit tudod, hogy ismerd meg a szervert, hogy mégis mi, hogy működik. Ugye legyen TS3-ad, ez fontos, meg legyen egy mikrofonod, ami ugye azért kell, hogy könnyebben meg tudjuk beszélni a dolgokat. Tehát nem muszáj ilyen nagyon fullos 100 000 forintos tételekbe gondolkodni, egy olcsó mikrofon is nagyon megfelelő, tehát csak tudjál beszélni. Ja, értem. Tehát akkor ismerni kell a szerver szabályzatot, nem baj a kezdő vagy, de egy picit azért hát ismerd igen, a szerver. Azért a szerver szabályzatot jó, hogyha tudod, van egy frakció szabályzat, azt is jó, hogyha tudod. Mm-hmm. És van írva, tehát az mindenki számára elérhető, ott van a frakció szabályzat szobában. Azt belépés előtt azt ajánljuk, hogy olvasd el, mert az kellhet a későbbiekben. Jó van, hát akkor nem egy bonyolult dolog ez igazából. Hát nem. Mondhatjuk azt, hogy kb. Bárki jöhet rendőrnek, ha szeretne. Hát lényegében igen, aha. Szuper, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Járőrzés közben az egyik egység elkezdett üldözni egy robogóst, úgyhogy gondoltuk segítünk nekik, és beszállunk az üldözésbe. Ez itt van valahol. Itt. Ezek itt előttünk? Ez motoros, aha. Ja, ez motoros, aha. Menj, előzd meg a motort. Na jó. Hopp, az visszalement. Jaj, én meg elütöttem. Nem akartam nagyon normozni. Belefért még. Sokkoljuk? Nem, mert vissza fog ülni. Az jó volt. A későbbiekben légi egységként kísértünk el egy fegyverszállítmányt. Mi egy kicsit előre menjünk, aztán szólj, ha látsz valamit.
Egy bizonyos E-34-jel eléggé meggyűlt a bajunk. Konkrétan legalább háromszor próbáltam megigazoltatni és elkapni, de egyszer sem sikerült. Na hopp, és ez meg is. Álljál vissza! Oké. Okay. Folyamatosan meglógott valahogy előlünk, nagyon jól vezette a srác az autót, mint ahogy ez látszik is. Valószínűleg azért, mert saját magának finom hangolta be a kocsit, én pedig most vezettem életemben másodjára ezt a mercit, szóval nem voltak túl kiegyenlítettek a viszonyok. Nem látom. Például jobbra ment. Balra. Tudja, hogyan kell. Hát, ha magának finom hangolja be. Persze. Ő neki sokkal könnyebb. Nem mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy honnan tudta, hogy erre jövünk, de... Nem baj. Már most abban nem kötök bele. Bement egy balra. Ott van mögöttünk. Balra. Tudom. Kövök. Na most itt ho... Menjenek, csak kapják el! Valaki kapja el ezt a kukatalkot! Hát, mennyi szeretném elkapni?
gyönyörű volt. Hol vannak? Mindenhol. Szerintem ennyi volt kb. Hát nem tudom, trafja lét menjen el, és akkor látom, itt hol van. Ott megy, ott megy ékszer fele. Hol a faszomba lehet? Hát fogalmam nincs. Rád bement egy interjúrba. Tessék? Ékszer ott van ott mellettünk. Jobbra. Mondtam, éve ment intibe, látod? Viszont a végére szerencsénk volt, ugyanis valamelyik egység tudta követni, és észrevette, hogy bement a saját garázsába. Ezután kicsit tanakodtunk, hogy mi legyen, mivel hogy be volt zárva, de végül is szereztünk egy faltörőkost, és behatoltunk az épületbe. Jó, megöltük. Engem valaki meglőtt. Én lőttelek, meg ne haragudj. Igen, tudom, balfasz voltam. Véletlenül meglőttem Petyát. Sajnos elég hamar elvesztett az eszméletét, viszont az OM ezt nagyon gyorsan kiért. Ellátták a sérüléseit, aztán beszállították a kórházba. Viszont elkaptuk Aureliót. Én Jeffrey voltam, köszönöm a figyelmet. Ha tetszett ez a kis videó, és szeretnétek még látni hasonlókat, akkor dobjatok egy lájkot, hogy én is lássam, és iratkozzatok föl, hogy ne maradjatok le semmiről. Lájkoljatok a Facebook oldalamat, link a leírásban. Ha bármi kérdésetek, észrevételetek vagy ötletetek van, akkor nyugodtan írjatok egy kommentet alulra. Én még egyszer köszönöm a figyelmet. Jeffrey voltam. Sziasztok!